İşte na, gyere föl erre a titkosított rádióra, vagy tudod, amit kitaláltunk. Az melyik? 203, azt hiszem. Ja, jó, oké, csöcső. Jó, cső. Na, sorry, csak muszikáltunk egy kicsit, csáó, szevasztok. Na, csáó, sziasztok. Hello. Egyedül vagy? Rám, srácok is itt vannak, szólok nekik rádión. Ja, jó. Srácok, gyertek ide a házhoz. Yeah. Jó van. Be, felöltözök már. Rendben, azt miért a medence? Jó, srác. Fullos. A jacuzzi szar, az ilyen pici a víz, de a medence az nagyon full. Igen, azért láttuk azért, megnéztük, az egy kis pacek. Ja. Itt végre normálisan be lehet állni, vágod ide, ott előre. Azt nem az van, hogy ott állunk az utcán, bejössz a kapun, és be tudsz állni normálisan. Ja, hála Istennek, bazzeg, meg nincs is messze a izé, laktársa, meg semmi. A állami bank mellett vagyunk, az is jó azért. Ja, nem kell messzire költözni sem. Meg is jöttek a srácok, hogy hallom. Na ja. Aztán mi a terv mára? Mi lesz? Hát jó lenne a pénzt tisztára mosni. Aha. De nem nagyon, a sárgák nem nagyon reagálnak még egyelőre. Mhm. Hello. Hello. Mi ez a set? Ez ilyen kis. Mi a faszom ez? Azta, ez komoly. Mi ez a set? Főleg Jaden, neked ez mi? Nem jó. Hát figyelj, kinek mi? Na jó. Most dobtam ezt. Átcserélik amúgy egy-kettő sárgára, mert nekem is megvan megtalon hátra. Aha, mert nekem csak egy szám van meg tőlük. Oké. Múltkorról tartozok még egy telefonnal, azt mindjárt odaadom. Ja ne, hagyja, csak kivettem egyet a izéből. Már mindegy. Ja, jó. Lehet a közmunka faszám? Nagyon fasza volt. Mennyi idő volt végül? Na hát nem volt, csak utána kaptam egyébként még egyet. Na, azt meg miért? Azt... Nem vette fel. A név nélküli chat helytelen használatáért. Értem. Nem vették fel, mi? Nem, igen. De Di, neked van még egy kontaktod a sárgáktól, őt nem próbálod meg? Ja, mindjárt felhívom. Köszi. Na jó, most nekem is van még egy, azt is megpróbálom. Na, nekem felvette. Na, hello! Hello! Na mondjad, Mizu is! Figyelj csak, érdeklődni szeretnék, hogy tudom, nem igazán telefontéma, de hogy mosni tudtok-e esetleg? Én ma igazából nem. Ma nem? Aha. Úgy értve, hogy ma így egyelőre még nem, mert tudjuk, hogy képzelt szövelő lettem. Ja, hogy te nem is izé vagy már, értem. Nem, persze. Figyelj, attól függetlenül szerettem volna is beszélni veled. Aha. Egy-két dologról, de szerintem is egy telefontéma, ugye? Nem igazán. Tudok tanálkozni esetleg? Most van időt? Tulajdonképpen van, igen. Aha. Akkor, hogyha dobsz egy kornyit, akkor ő elmegyek, azt akkor dumálhatunk egyet. Jó, akkor azt mindjárt küldöm. Jó, és akkor oda is megyek. Na jó. Rendben, köszi, ciao. Na hát én nekem, aki sárga kontakt volt, az most már szerelő. Most már nem, nincs benne. Na, most már nincs benne, de most akarna találkozni velem, beszélgetni valamiről. Hát van egy sejtés, ami mégis miről, de azért kíváncsi vagyok. Meghallgatom, szóval ma mosni nem tudnak, az a helyzet. Rendben. Hívnak vagy pillanat. Mi a fasz? Dani, gondolom neked se vette fel a arc, nem? Nem igazán, de külsős applikáción írhatok neki, ha gondoljátok. Nem tudom, Smallstól függ, hogy... Hát figyelj, szerintem nem tudom, tehát most lehet, hogy lesznek amúgy is este, így is, úgy is, később. Aha. Majd, nem tudom. Más nem tudunk, aki tud mosni, ugye? Nem. Hát én legalábbis nem. Uh-huh. Soma?
Ő nem tudom, hogy ő bandása vagy maffiás, tudod? Ő bandás szerintem. Bandás, ja. Megkérdezhetem. Fixen bandás, hát. Pirosak azok bandások. Cső. Ez majd kicsit, vagy nem? Nem is hív. Annyi egyetlen azt szeretném megkérdezni, hogy tudtok ti mosni, vagy nem? Mm-hmm. És így mennyire lehet, az így lehet egy megoldható, hogy így mostok, most így nekünk. Vagy nem most, hanem ma, érted? Hogy ő mennyire lehetne megoldható az, hogy ma mostok nekünk? Kéne. Na jó, hát fél, akkor, hogyha megdumáltad, akkor utána csörög vissza, hogy akkor, hogy mizu van, hogy tudsz-e jönni. Várj a pillanat. Most mikor szeretnénk mosni, azt kérdezi a span. Hát igazából minél előbb. Aha. Most minél hamarabb mondhatom neki azt? Én nyugodtan, persze, persze. Fia, igazából, ja, de amúgy minél hamarabb így, hogyha tudnál. Hát, nekünk jó most, hogyha neked is azért mondom, akkor jó van, jó van. El kell menni átöltözni. Rendben. Oké, oké, akkor ott elizunk akkor. Oké, cső. Mondta, hogy tud jönni most, és akkor mosónál várna minket. Mondta, hogy jó, akkor fogom a lóvét, elvisszük, de te elmegyünk átöltözni, és akkor elmegyünk. Utána megyünk, jó, jó. Jó, jó. Miért rózsaszín a kocsi? Egy miner a picsába. Na most miért, csak barátkozunk. Spanolgatunk. Nem lehet, bár nézd már a hajam, Geci. Mindjárt kilövöm. Pantolér. Kilősz? Menj minor a faszomba. Usolyan már ne. Viselkedsz. Viselkedjél már. Hát mi most csak parkolni próbálunk. Van ember. Ez egy nyilvános parkoló. Nézd meg, elfoglalja. Ott van. Nézd, Csoro, mennyi van ott. Oda ez a motoros parkoló. Nem látod? Nem látod a motoros parkoló. Mennyire kurvára nem. Ez a motoros parkoló, baze. Most hagyd tudjam már jobban, most kiül motorom. Nehogy eldurran egy kis sajtos taller. Fejbe vagy lőve, sajtos taller? Azt mondták, a fejbe vagy lőve, vagy nem ezt mondod, Geci. Laller? Azért mi a fasz van? Csak parkolunk, ember, ezt már fenyegetik. Nem? Oda mennyi át a másik oldal, ezt ott parkolunk. Én vezetek, bazolj! Ki vagy te itt? Győző kutya. Tényleg azt akarod, megverjelek? Szétboxoljalak. Mi van ezen szopó állarc? Ez mi az izé? Muzikköre vagy mi? Hát ezt mi is orraszínben vagyunk. Közétek akarunk tartozni. Rajtunk nincs szopó állarc. Nem akarom őket kilőni, de muszáj lesz. Jaj, nyugodj van. Jaj, nyugodjunk le, tvérekkel. Mi mindig csak parkolunk. Igen, nem lenne gond, hogyha ide engednék a rokkant parkolóba a motorosokat. Na most már rokkant parkoló, hát nem motoros parkoló? Hát most... Na egy is ugyanaz, mi? Parkoló. Ja. Hát az ő ugyanaz, bazeged, egy láb nélkülű motoros vagyok. Ja. Na jó, srácok, én arra gondoltam. Ilyenre. Ez már megoldható? Neked amúgy az ilyen pikkel hibásabb, beüröd, hogy mi a geci? Pigment, vagy mi a fasz? Pigment hiány. Malájbőrű. Bekapod a malájbőrű 20-est, hallod? Malájbőrű 20-est, bolond 20-est, bekapod? Normálisak vagytok? Kicsit. Most csak úgy kettőnk közt beszélgetünk. Hát jó, hogy csak hallgatom. Hát bazd meg, hát... Ne szólj meg... Ne szólj be, hát bazd meg, most beszélgettünk ilyen intim témákról. Fasztengely ferdülés, ilyenek most érdekkel elmondom neked is, de hát... Megkérdezi a bíró, hanyasom ezen, mondom, 20-as, felül-alul, érted? Vagyok. Felül-alul 20-as. Malágyzorra. Wow. Na most akkor nem leszünk fejbe lőve, vagy meg? Büdös, csak a szönnyel. Ezen szopó állarcok vannak, meg rózsaszín autók vannak. Ez a rózsaszín osztrigobár. Arra.
Menjünk innen már, fújtás. Backpack Sevilla, flashek, jó? Ajja uram, ne álljon már ki a barba. Mindjárt fejbe. Mosóhoz megyünk akkor, vagy? Minden nem parkolhat, kérem álljon arrébb. Stílus. Na gyere, hagyd ott őket a faszomba. Itt vagyok, bocs, csak most följöttem a rádióra. Hagyd a faszba őket, azt menjünk, mert faszom ki van velük. Itt van már a Soma. Aha. Mizu, minden jó? Aha. Akkor jó. Cső. Többen jöttünk, mert főnöknél van a cash. Majd akkor ő adja neked. Ciao. Adom is. Parancsolj! Köszönöm, és akkor ki is mosom. Köszi! Köszi szépen! Vesz le belőle valamennyit? Nem tudom, nem. Hát ugye tudod, az alapmosás jár, igen, de ő nem. Azt tudom, az alap, így... persze, az hát alap. Nem mondta, úgy... nem mondta, azt mondta. Igen, már... akkor meg lesz verve, sajnos. Én még túlságosan vesz le, mert még múltkor mondta, hogy... örülne egy ilyen szövetkezésnek, vagy ilyesmi, igen, szóval igen, szerintem nem erőltek ki ezt. Hogy érted, hogy így, hogy vagytok így a pirosakkal, mert mondta, mert hogy már régóta barátunk azóta, mert hogy még akkor nem is volt bent a pirosaknál, meg tudod, mi sem állatok, itt semmi nem volt. Igen, aztán igen. Most mondta is, hogy így jó is lehetne, érted, mert akkor tegyük fel, hogy nincsenek fenn a sárgák, így, nincsenek itt a város, és nem tudnak mosni, akkor ilyen tegyük fel, akkor ők tudnak mosni nekünk, vagy akármi, érted, szóval, hát alapból az is jó, érted, hogy nem az van, hogy meglátjuk egymások, egyből elkezdenek lőni, vagy mi őket, mert az így. Szerintem elég baj a rendőrség is, nem kell azt, hogy még más bandák vagy maffiák ellenünk legyenek. Hát nyilván, persze, tiszta sor. Azért mondta, hogy ha úgy lehet úgy rá, van rá ilyen lehetőség, akkor úgy találkozni kéne, tudod, hogy te is ott vagy. Így meg nekik is a főnökök így itt van, és akkor megdumálni, hogy akkor ilyen szövetséget kötünk, vagy akármi. Ja. Aztán mondtam, hogy igazából nekem jó, csak érted, veled kell megbeszélni, te mikor érsz rá az ilyenre, meg nekik a főnökük, tudod, mikor ér rá. Aha, persze. Szóval ezt majd így meg lehet ejteni, szerintem. Na ne. Persze, tiszta sor. Ez mennyi idő, azt nem tudjátok? Így kimossak az övő. Figyelj, szerintem mit 5 perc? 10? Valami ilyesmi. Szerintem annyi sincs. Még 10 sincs, ja. Hallod, amúgy szmoz. Na. Annyi, hogy beszélgettünk pont azt hiszem egy sárgával, még ilyen pár nap előtt, és mondta el, tehát, hogy a strip az amúgy ugyanolyan nehézség, úgy mondtad, mint egy bolt, de az többet ad. Szóval majd, ha úgy van, akkor mondta, hogy érdemesebb inkább. Hát jó, az igaz, hogy benn van a városban, tehát jóval, de mondta, hogy azt inkább azt érdemesebb, mert az jobban ad. Az nem sokkal, de azért jobban. Ja, hát arra gondoltam, hogy megnézhetjük azt van. Hogyha úgy van, csak ugye az először nézzük meg azt a környéket, még nem is jártam még annak a környékén. Hát én, de igen, meg azért jó lenne, hogy megnézni, hogy merre fele lehet menni, meg melyik irányba érdemes ott kérni, hogy álljanak persze, oda. Persze. Ilyenek, azért, kell terepezni előtte azért. Itt van valaki. Van már az Isten verte pénze. Nem igazán tud másfelé elmenni vele, szóval. Jön egy kocsi. Itt vagyok. Milyen autó? Valami baszott nagy ilyen pick-up, de már is ment. Mondta, hogy mindjárt jön ki, csak valami volt a mosógéppel. Nem bírta betenni, azt mondta. Aha. Inkább az elment, vagy ez a most mi? Az elment balra az autópályán. Oké. Aztán visszamegyünk a hákúra a srácok, és akkor szépen szétdobjuk a lóvét. Rendben, oké. Amúgy annyi, hogy majd miután szétdobtuk, ha lehet kérni, hogy egy ilyen, hát nem tudom, egy ilyen
hogy érted, ne egybe menjünk a stripre, nekem úgy kicsit így fejbe el kell intézni dolgokat. Persze, enni persze, meg ilyenek, persze, 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 tisztosor, akkor... tisztosor. Bocs, srácok, itt vagyok, csak okay, okay. A mosógép. Na, csövi. Köszönöm szépen. Cség. Ezt le is rakom. Na, lerakom? Vagy most mi történik, srácok? Csak sikerül. Befizetés 45. Hogy? Kiváló. Tisztára van mosva. Annyi, soha még akar kérni tőle egy-két dolgot. Na, mehet! Az lenne a kérdésem, hogy nem érdekel titeket, kéne. Srácok, érdekel minket, kén? Nem hiszem, amúgy hát, mi is tudunk szedni ingyen. Igen, igen. Itt pont itt tudunk szedni. Ingyen lehet szeretni. Nem kell, köszönjük szépen. Ja, jó, csak akkor... Már gondoltam, hogy ti ismerősök vagytok, érted, és akkor inkább nektek adom el, mint idegenek. Nem akarok ja, hazudni, de elég úgy néz ki, mint egy rendőr ez a pick-up. Bocs, mennünk kell, úgy fest, van itt valami nagyon gyanús dolog, jó? Úgyhogy húzzunk. Köszönjük szépen azért, aztán dumálunk, mert mondták itt a srácok, hogy majd akartok itt izélni. Majd nem tudom beszélni, vagy ilyesmi, mert megejtjük, de rohanunk. Bocsi, csöcső. Oh, ciao. Ciao. Kurva anyád. Vissza a kváku? Yeah. Aha. Berendben. Na srácok, akkor azt beszéltük, hogy 15 ezer ugye fejenként, ami van a lóvé. Ugye 45 ezer volt így a piszkos pénz, és abból 45 ezer van, itt 50 ezer volt, csak 45 ezer lett. Meg ugye a 30 ezer, az 75 ezer, és az 5-tel osztva az 15 ezer fejenként. Jó. Igen. Akkor ezeket így utalgatom, mit szóltak, jó? Oké, rendben. Nem túl sok, de hát most még ez így jó, mint a semmi. Elsőnek, nekünk elsőnek bőven jó. Bankszámaszámot mondotok esetleg? Persze, akkor mondom én először, rendben? Rendben. 175-ös. Rendben. Meg is jött, köszi szépen. 136. Rendben. Köszi. 137. Oké. Okay. 155. Alright. Jó. Sziköszi. Na fasz, ha ezen is túl vagyunk, akkor nagyon jó. Maradt még nálam egy kis piszkos pénz, ez 3848 dollár. Ezt vissza is rakom a picsába szerintem. Azt akkor megint akkor gyűjtünk egy 50-et. Yes. Ha ma esetleg még el tudjuk intézni, vagy akarjátok a strippet, akkor igazából úgyis összejön megint annyi, hogy mostni lehessen. Igen, tiszta sor. Csak azt úgy kéne megcsinálni, hogy ki van találva azért. Ja. Hát akkor mostam, ugye, ha gondoljátok, hát, akkor körbenézhetünk. Hát jó, te nem, de... Ja. Én megvárnék, hogy mindenki, ja, várjuk okay, egy kicsit, hogy mindenki legyen meg, akkor én is itt 10 percet kérek akkor, és akkor... Kérem, mert én is legyen 15 perc, és akkor jövök. Jó, fully, rendben. A Smalls, nem tudom így neked ez mennyire fekszik, de igen? Azt beszéltük itt a srácokkal, hogy így a múltkori menekülő dolog, ugyebár nekünk nem igazán adta ki. Igen. Szóval, hogy akkor ha neked az úgy jó, meg Bobby-nak is, akkor most úgy lenne a felállás, hogy ugyanabban a három autóval, ugye Bobby az ugyanúgy egyedül, mm-hmm. Akkor melléd beülne Lukász, és akkor Jay meg én mennénk a Mercivel. Nekem tökéletes, persze, teljesen jó. Jó, csak rendben. Azt kell kitalálni, hogy ugye majd merre menekülünk, mert hogy én valószínűleg a hegy, tehát mondom, hogy mindenképpen ebben a hegyes dologban hiszek, igen. És nem tudom, hogy most ugyanaz legyen, hogy nálam van a lóvé. Szerintem, igen, szerintem azt tök, hát figyelj, vagy nálad, vagy a Bobbynál, én azt mondom. Aha. Nem tudom, hogy a Bobby hogy vezet, nem, de ja, elég hát jól, nálunk ne, elég jól. Egy a múltkoriból kiindulva nálunk ne legyen.
Meg azon gondolkoztam, mondom én ebben a strip club környékén soha nem voltam még, tehát itt viszont lehet, hogy kéne egy külső ember, nem? Mert valószínűleg itt nem lesz akkora kirakat, hogy kilássak onnan, érted? Nem, itt abszolút nem lehet kilátni, az egész zárt strippen. A tetőre föl lehet menni, onnan tök jól le lehet hallani, ahogy beszélnek. Aha, de hát az biztos meg is nézik, nem? Nem tudom, én amikor voltam, úgy, hát túszként voltam, akkor nem nézték meg, azt tudom. Viszont nagy tető, tehát ilyen több szintes is, tehát ott azért el lehet bujkálni. Persze, csak ugye itt az a következő kérdés, hogy... hogy oké, van egy külső ember, meg minden, de hogy vesszük fel? Tehát hogy fog megmenekülni? Vagy tényleg egy olyan helyről kéne, ahova nem néznek fel, és akkor az fönn is marad, akkor a külső igen, ember. Igen, igen, akkor fönnmarad. Hát... ez az a baj, nagyon rendőrfüggő, mert például hát, olyan is hallottam már a citromoknál, a múltkor van ott egy ismerősöm, a Tyler vagy Taylor, vagy hogy hívják. Igen. És hogy náluk az volt a beavatás még annó, hogy ketten kell kipakolni egy strippet. És ők például azt csinálták, de hát gondolom ilyen nagyon autista rendőrök ellen voltak, mert azért az okosabbak azért azt figyelik, hogy úgy előadták az egészet, hogy mindenki elhiggye, hogy ők elől fognak menekülni, és valóban elől is mentek, illetve csak egy ember ment elől, mert a Taylor pedig hátul kifutott a pénzzel, és fölfutott a tetőre. És elmentek a kocsira. Akkor itt van hátsó bejárat is? Van hátsó, meg első. Igen, igen. Aha. Hátul, ahol bemész, ott van egyből hát ahol rabolni kell, és elől, hát biztos voltál majd, tudod, melyik a főbejárat. Nem, sosem. Nem, nekem ez nem rémlik egyáltalán. Azért mondom, hogy semmi környéket se tudom. Csak a térképen hát, láttam, hogy lent van eléggé a városban. Igen, lent van a gettóba. Hát mindenképpen figyelnie kell valakinek a főbejáratot, mert ott azért igen szépen be tudnak jönni. Tehát oda kell egy ember, akkor hátul ugye lehet lenni a túszakkal, meg ott pörög a rablás, minden, tehát az nem para. Oké. Okay. Szóval igazából ketten is meg lehet csinálni, csak úgy azért neccesebb. Hát nyilván. Igen. És akkor várjál, hátul is van parkoló, meg elől is? Ugye ez hogy van? Vagy van parkoló? Elől van, hátul, hát ott egy ilyen kis sikátor van pont a híd mellett. Uh-huh. Parkoló szerintem nincsen, kocsikkal meg lehet állni ott. De szerintem parkoló nincsen. De nem tudom, mindjárt elmegyünk, majd aztán megnézzük pontosan. Jó, nagyon át kell vizsgálni előtte azért megnézni, mi van, mert mondom, fogalmam nincs a környékről, egyáltalán nem tudom. Nem is voltam még ott soha. Úgyhogy ezért vagyok úgy vele, hogy most így fogalmam nincs, hogy kéne, mint kéne. De biztos, hogy kell egy külső ember oda majd. Az fix. Oh, igen. Hellóka! Ott az annyiba jó. Yeah. Kösz szépen a kólát. Ott az annyiba jó, hogy... Köszönöm szépen. Hogy... Azt nem tudom, minek mondod a köszi. Amúgy... Neked. Jelen meg köszönöm. Hát, tudod, be kellett tárazni majd itt a buli előtt. Vágom. Elefelje jobban tud gondolkodni az ember. Hogyne, tudom én. Amúgy annyit nem tudom ezt beszélni, hogy mondtál már ugye Dani neked, hogy... Hát itt a vezetést mondta, hogy más legyen a felállás. Igen. De ugye most egy picit borul az is, mert hogy ide már valószínűleg kelni fog majd külső ember, pont ezt beszélgettük Danivel most itt. Hogy majd meglátjuk, hogy alakul ez, mert bazd meg, tehát hogy így erős. Hát igen. Mert tehát, hogy kéne egy külső ember, akkor két bejárat is van, úgy hallom, meg a faszom. Igen, tehát, igen. Hátoros meg azért tudnak jönni. Itt majd jobban át kell ezt gondolni még előtte egy picit, úgyhogy utána találjuk ki azt, hogy akkor ki hogy jön. Jó. Illetve, hát igen, hogyha amondó vagyok, hogyha az autó szétmegy, tehát hogyha történik valami, tudjátok, túlszerejtés közben vagy valami, akkor ugye úgy van az első túsz, de túszonként ugye fél óra van, amíg túszó lehet, vagy fogva lehet tartani. Szerintem simán belefér egy olyan, hogy kimenni a picsába oda a mosóhoz, és ott van egy szerelő, tudod? Igen. Szereld magad garázs. Igen, ezt tudom ott belefenni. És szerintem, jó, nagy túra, meg nagy trip, de ez a ti kocsikokkal azért ezt meg lehet ejteni, meg azért gyorsan megvan az. Hát, az egy ilyen, mit tudom én, egy ilyen 5 perc kávé szerintem. Míg az lefut, mert ugye nyilván túszabb az meg elmenni a izébe, szereltetni, az igen, az lett, igen. Szerintem a rendszámokat is pakoljuk le arra a kocsikra, amikkel megyünk. Melyikre kell mennünk? Ezzel a... Zárulva meg a Bobijéval, vagy? Aha, szerintem az jó. Jaj. Ja, hogy itt van, aha. És itt a hátsó bejárat, ez balra. Itt a hátsó. Itt van bent. Igen. Általában, amikor pont minket is erre voltak, akkor mi pont a három, ugye az azt csináltak, hogy három időbe álltak. Aztán ott
bementek. Aha. Ja, és látom, itt fel lehet mászni. Igen, két helyen is. Igen, és igen. És akkor itt a kerítésen belül van. Előtt be kell. Itt szedni. Kell rabolni, és aha. Akkor... Azt, ide azt csinálták, hogy amikor minket raboltak, akkor minket ide ültettek le. Ide, oda, igen, oda ültettek le. Ja, igen. Ja, ja. Jó, tiszta sor, aztán és erre akkor... vannak öltözők, és hát itt kicsit fussunk, szerintem már sok idő lesz sétálva. Kocogás belefér. Erre jössz, és akkor itt jobbra, itt jobbra. A főbejárat. Igen, itt tudsz bejönni másik oldalról. Yeah. Itt van a második bejárat, itt a fő bejárat, a mácsor. Aha. Szóval innen is bejöttek, ez ide is kell egy ember azért, hogy figyelje. Tehát egy van ott hátra a túszokkal. Lehet hátul, nem? Vagy hát... Nem tudom, hátul nem kis helye voltam. Hát elől logikusabb lenne, mert itt kapásból... Fél hátul egy kis folyosó, egy kis sikátoron jössz ki, basz, mert mennyibe meg szakad az esőgetni. Itt de hát három felé tudunk menni a kocsival. Inkább három felé. Ja, ja. Bal oldalra mész, akkor ott is egy ilyen kis izé... Is na, előre meg jobbra. Igen, inkább előre meg jobbra. Ja. Na jó van, ez tiszta sor, csak hogy itt hárman tudunk három felé menni. Ezeket az ATM-eket amúgy meg lehet fújni közben. Amúgy kajak vagy, de hogy itt mondjátok, hogy izé, hogy ugye három fele lehet menni, de ugye nyilván megjönnek a rendőrök, akkor azért valamit mondani kell, hogy melyik irányba... Igen, igen, akkor jobbra vagy előre, azt tudja. Igen, ez a nehéz ebben, szóval... Nem tudom, szóval előre, hát mondjuk jobbra, már jobbra van az autópálya. Hát fel tudsz menni, de hát nem tudom. Ja, jobbra van az autópálya, előre igazából semmi annyira, nem aha. Tudom. Az előre is, előre, igen, azt akarod, előre fel is tudsz menni a pályára mondjuk. Hát én csak jobbra kimész és egyből ott van, hajfaja, ahol emlékszem. Igen, igen. Tehát hogyha itt kimegyünk jobbra, akkor ott van az autópálya? Hát kimész, végigmész. Igazából nem merél, hát jaj, meg hát arra is, arra felé is lehet menni, tudom, mint a izé, mint hátul mennék, mert ott akkor egyből ott van. Már nézd, ha ide jössz, vagyis hát nem muszáj, itt jobbra elmész és egyből itt az autópálya amúgy. Igen, ott ahol magát. Ott, igen, ott van, itt van már itt. Aha. Szerintem úgy lehet jobbra kéne kérni a szabad utat, de nem tudom. Igen, csak nekem az van, hogy nekem ugye jobbra fele kéne mennem az autópályán, szóval majd valahogy majd úgy kell bevincsizni, hogy szembeidőbe kell menni, gondolom akkor. Hát igazából, hogyha erre szabad út van, akkor mondom, már tedd rá, hogy merre mész. Mondjuk ez már alapból szembe jövő, ez a feljáró itt, gondolom. Igen, igen. Szóval, igen. Amúgy, de, hát lehet azt, hogy akkor rájövünk jobbra, ugye két, hát elindulunk, akkor te elmész jobbra, mi balra, vagy nem tudom. Ja, tehát akkor azt kell kérni, hogy izé a jobb oldalt hagyják szabadon, aztán ott bal oldal rájön, hogy valami. Mindjárt jövünk, akkor csak elmegyünk, nézzük itt utat. Nyugodtan mi is azt csináljuk. Jó, akkor innen fogunk indulni, menjetek igen. Csak. Innen csak itt megyünk oda jobbra itt. Új, ez jó volt. Fosszátok. És akkor erre fel. És akkor itt csinálok egy ilyet. Hát itt egy kicsit védtelenek leszünk, mert nem olyan gyors a kocsi azért. Tehát valamit ki kell húzni. És vészes sem úgy, szerintem. Nem. Az megy balra fele, ugye? Igen. Jó. Ja, igen, jó. Igen. Itt még akár el is szállhatnak majd. Ja. Na és akkor valahol itt én már nézelődnék, idáig mondjuk eljövünk. Sit föl. Itt még light. Vagy föl, igen. Itt light-osabb. Igen, szépen itt fölött van. És akkor itt így erre el. Szerintem erre így még fel kéne hozni a kocsit. Igen. Jó. Aha! Itt vigyázni kell, mert el lehet repülni, mint a szar. Kicsit jobban megnyomod, akkor túlszállsz. Ja, ez még nagyon gyorsan. Ez, szerintem ez valahogy így, és akkor nem tudom, itt megyünk. Ja, vagy figyelj, még az is lehet, hogy akkor itt mondjuk lemész, és akkor érted, hogy akkor felmész a másik helyre jobbra. Ezen levenni az egy kicsit netzó. Szóval maximum úgy ez ideig el. Igen. Itt ez mekkora taxit így lehet? Az amúgy igen, mert hogy bemész, és lehet, hogy így... jön, akkor belecsapódik valami. Várj, ezt lejárom még egyszer, mert... Oké, nyugodtan. Hogy tényleg ősz mód, annyi, hogy pont mikor jöttem ki a főpublikus garázsból, igen. Akkor mondta a sárga Taylor, azt hiszem, igen. Hogy majd te ma... Valamikor a buli után ráérsz találkozni, akar veled találkozni. Beszélgetni veled, azt mondta. Hát szerintem jó lesz, igen. Anyád milyen jó kilátás színű, szerintem okay. Úgy jó lesz egyébként. Ha itt jövünk fel akkor.
Mindig igazából elég egyetünk, hol kell lejönni, és akkor itt menni valameddig, amíg ott nem lesz az a pózna. Csak hogy tudod, majd élesben is felfogjam, hogy mi van. Igen, igen. Meg itt valahogy úgy kéne, itt a jobb oldalán kéne menni. Aha. És akkor ott le, ha egyértelmű, jó. Onnan meg föl, aztán össze-vissza valahogy majd, jó? Jó. Ez szerintem fullos így. Simán benne vagy, már a póznában megakadnak majd. Már egyetlen tudnak követni minket erre. Hopp. Igen, igen, bocs, közben írtam, de amúgy ez szerintem fullos, tényleg. Már alapból, és hogyha alapból nem jön telepjára, akkor nem tudnak követni, szóval akkor az már ott bukták. Hát akkor igen. Jönnek, és akkor lehet érted, hogy akkor ott átmegyünk, nem számítanak, és akkor ők is akarnak jönni, csak nem tudom, megdobja akármi, és belecsapódnak abba a póznába, aztán érted, szóval ja, akkor menjünk a következőre. Persze, csak azt kell majd kibírnunk egyébként, hogy ugye idáig. Igen, el kell jutni idáig, igen. Anyád, és ez mi? Hoppá. Ez sem annyira rossz. Igen, nem, ez sem rossz, tehát mondjuk ide, tehát fel, ugyanúgy lemész, akkor itt mondjuk. Itt is, itt izé, hát, ja. Igen, ez sem olyan rossz. Mondjuk lehet, az is lehet, hogy akkor itt is tudsz menni, érted, mondjuk a hegyre valahol föl, mondjuk szembe, ide balra, vagy akár, érted? Igen. Így, tehát itt balra már ott, hogyha itt balra már víz van, ha jól látom ott. Ó, én lehet, hogy ezt választom inkább, mert itt, okay, okay. Itt ez viszont olyan bazzak, hogy itt nem szabad tényleg izé ütközni, tehát itt nagyon igen, precíznek itt, kell. Igen, le kell venni. Hogy volt ez? Ja, hogy ott jövünk le. Igen, és akkor itt akkor már itt felmegyünk. Tehát akkor erről jövünk, így. Igen, így. Itt nyomsz a jobbost. Igen, csak itt ugye ez az a light-os, ja, amit igen, így, igen, így nyomsz, le. Itt jobbra akkor. Igen, és egyenesen akkor... Egyenesen, ott le. Aha, ott van. Ott jó. Le, ja. Jó, jó, easy. Egyébként Smalls a... Nem tudom, ez így még buta vagyok, hogy a striphez nem kell már hazsák? Szerintem nem, az csak ilyen bankhoz kell, nem? De én is tudom. Nem tudom, ez is. Szerintem... Hát majd kiderül. Szerintem egy az egyben ugyanaz, mint a bolt. Egyébként igen, csak többet igen, az. Lehet. Azt, hogyha nem, hogyha kell, akkor kiírja, hogy majd kell, vagy figyelj, szó érted. Figyelj, tehát hozzuk. Tehát, hogy most, nem tudom, csomagtartóba befér. Csomiba befér. Csak arra figyeljünk, hogy a rendszámot majd... Igen, izén, igen. Ja. Egy dologba kéne még segítened, most jut eszembe. Mert van nekem egy Dodge... Hoppáré. Van nekem egy Dodge Hellcat-em. Mm. Át akarom fényeztetni, mert olyan színű, mint a banda szín. Még egy javítás is el fog férni. Látom, az füstölő, jól látom, nem? Ja, ezt is javítást el fog férni. Erre kérnék szépen egy szerelést, hogyha lehet. Illetve utána majd még egy fényezést. Igen, majd azt még. Smalls, egy kicsit zavarhatok? Persze, persze, mondja csak. Neked van egy Volvo, igaz? Igen, egy régi, igen. Meg milyen kocsit van még, ami nem ilyen rózsaszín? Figyelj, pont most az ügyben vagyunk, van egy... milyen faszom ez? Dodge Hellcat is. Hát, az is van. Meg ugye van az a homok buggy. Ja, buggy. Nem tudom, hogy ez így neked mennyire fekszik, csak hogy támas egy olyan ötletünk itt J-el, hogy esetleg, hogyha úgy van, akkor egyiket így kölcsön kérnénk arra, hogy az egyik sikátorba így beállunk vele, és akkor menekülés közben, köszönöm, hogyha szépen. Már nincsenek rajtunk, akkor átszállunk vele. És akkor abban tudunk utána menni. Tökéletes, persze, 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 mindenképpen. Ha valahol, akkor ezt ki kell találni, hol legyen majd. Jó, rendben, rendben. Akkor, hát akkor jó is megvárunk, hogy visszaérjétek. Ja, megyünk, visszük is, az kész, ja. Szeretem az uraknak. Szép jó napot, milyen szép ücsagatjája van. Na, örülök, hogy tetszik. Nagyon fire. Ezerért vállalok fellépést, de ez csak privátban. Jó, ha? Na, meg is vagyunk. Ezt nem mi fogjuk igénybe venni, de azért köszönjük szépen. Na srácok, meghoztuk az escape kárt. Szóval, hogy gondoljátok, akkor vigyük el, rakjuk el, ahol akarjátok. Okés. Jó. Amúgy jó ez a kis kocsi. Ez nagyon jó. Múltkor kipróbáltuk. Ez a céges? Az volt, igen. Igen, kipróbáltuk múltkor, jó? Eltiraktam a saját nevemre, ja. Jó, kis kocsi. Egyébként eléggé jó árban el tudod adni. Ja, ez ami 80 ezer volt, azt hiszem. Hát... Fölment az árazó. Annak biztos, hogy föl, fixen. Szerintem. Na, el akarom adni amúgy majd. Kijelöljem a striptease, vagy hova kell rakni, amúgy. És mi lesz? Most jöttünk a buggy-ért? Így van. Na akkor most figyeljük oda, ahol le akarjátok rakni. Jó, akkor egyelőre strip. Egyelőre mi nem tudjuk, de... Ezt elmenjünk strip felé, és akkor keresünk ott valamit. Okay. Ja, de amúgy nem kell full egy közvetlen mellé, mert az se a legjobb. Jó, akkor majd utat megvan, akkor addig én is elrakom valahova.
és akkor utána megyünk, értetek, jó? Mi beraktuk tudom... egy izé, mi beraktuk egy parkolóházba itt a munkaügyi mellett. Vagy mi? Jaj, a munkaügyihez. Ebbe a piros parkolóházba. Na, fulli. Ez jó hely, jó hely. Na, akkor küldjetek egy kordit, és akkor megyünk, értetek? Aha. És van, bejelöltem. Elküldték. Ide beraktuk egy harmadikra. Azt jól az jó, az jó, az. Az jó, meg a plázában raktam le, az kész. Lerázzuk őket, aztán majd gyorsan fölmegyünk. Ja. Már mehetünk is tovább. Innen is messze a bázis se, ennyire vészesen. Nem akartam már azt, hogy kimegyünk vidékre, aztán ott, mert mit tudom én, annyi üzemanyag nem volt benne, mondom, tankolni most már haszonnak, sincs el kedve menni. Akkor srácok, szerintem... Induljunk meg. Azt nézem, hogy most éppen nem megy semmi rablás elvileg. Jó. Hát akkor... Remélem nem is indul el addig. Kincsunk, akkor nálam nincsen semmi. Á, van egy pisztoly és a laptop. Így van. Van az oké. Okay. Á, már a zsákokat, ezért bepatintom a csapat. Ja, érted, akkor úgy lesz, hogy te veled én leszek először Smalls, ugye a srácok meg hátul akkor. Így van, és akkor viszont akkor négy túlsz. Igen, akkor négy, azt nem lesz külső se. Ja. Hát azt baj. Akkor fél, reméljük, hogy nem lesz. Megbízunk benne. Igen. Hát annyi, hogy nem tudod, hogy mi a maximális másodperc, amit lehet kérni, hogy várjanak? Ilyen nincsen szerintem. Nem, mert érted, hogy az a gond, hogy az a három múltkor is annyira volt három, hogy semmi nem volt három. Igazából bármennyit kérsz, amúgy ő is elindulni. Hát jó, csak itt lehet, hogy kérsz többet, akkor érted, lehet, hogy úgy van akkor, hogy nem tudom, mondok, hogy később mondd el azt a 10 másodperc, és akkor egy, kettő, három, jött a 10, és akkor érted, akkor lehet, hogy akkor vágod. Figyelj, én úgy vagyok, hogy szerintem is itt Jaynek van igaza. Jay, ugye? Igen, Jaynek van igaza. Így is, úgy is az van, bazzak, elindulunk és kell indulnunk egyből, tehát hogy kérhetsz a bármennyi. Hát igen, akkor jajjajjajjajjajjajj. Arra megkérhetjük igen, őket, szálljanak ki az autóból. Ez kiszállnak igen. És menjenek az autóitól, mit tudom, egy 10 méter. Olyat pont nem lehet kérni. Nem? Az a sajnos a Bibliában szó szerint így van leírva, hogy ilyen irreális kérdéseken nem lehetnek. Ilyen, hogy menjenek arrébb, meg rakják a fegyvereket a kocsiba. Akkor az, hogy mondjuk az autókkal a másik irányba forduljanak. Azt megpróbálhatjuk, azt megpróbálhatjuk. Ja, oké, azt legalább meg kell fordulni. Igen. Jó, akkor egy pillanatot kérek. Figyelj, azt mondsz. Azt megbeszéltünk, van egy kis probléma amúgy. Na, mondjad. Ugye, mivel nincs tár, ugye pisztolyban, ugye? Igen. Hát azt a kocsiban nem tudom ki tartani. Jó, nem baj, ordibálnik, hogy rád van tartva a fegyver, az kész. Ne aggódj emiatt, jó lesz az. Oké. De mert ő visszatott húzni az ablakot? Visszahúzzam? Mert véletlenül elhúztam. Jó, húzz vissza. Vagy nem tudom, hogy ezt hogy vagy mi. Vágóan megoldottam, viszont nem már a pillanat. Szóval a srácok is azt végül megbeszéltük, hogy ki lesz a külsős ember? Srácok vagytok? Pillanat. Jó. Remélem, nincs valami gebasz. Remélem én is. Neked minden ablak fel van húzva, igaz? Legalábbis az én szemben minden ablak fel van húzva. Nálam a jobb első nincsen, de... Várj egy pillanat akkor. Nem tudom visszahúzni, mindegy, jó. Jó van az. Van kettőt húszunk. Az komoly. Megoldották, srácok. Szép volt. Akkor picikét üljetek rajtuk, tehát hogy így várjatok meg. Meg egyértelmű, hogy mindent féltek el, fegyver, rádió, akár minden van náluk, kötés, kössétek meg a kezüket, szájukat, ragasztátok le, aztán ennyi. Vagy ha akarjátok, üljetek őket már a strip clubba is. Hol találtátok őket amúgy, ha most így mi nem találnánk senkit? Itt a kamionos mellett oda, ahol följössz. Jaj, vágom, oké. Minden oké? Aha, itt várunk. Fasza, itt várunk, strip mögött. Itt vágjál, nem tudom, igazából mindegy.
mehetsz. Aha, aha, ott van, ott van. Jogi, jogi, jogi. Oké. Okay. Szerintem megfog áram, úgyhogy nem tartom rá a fegyelőzést, ott tartom. Megfog, megfog, megfog. Jó, oké, oké. Csak ordíts rá. Oké, okay, oké. Okay. Hangos leszek akkor, bocsi. Nyugodtan. Haló, haló, álljál meg, álljál meg! Fegyverről áttartva, álljál meg! Állj meg, fegyverről áttartva, állj meg, fegyverről áttartva, állj meg, szállj ki! Most azon szállj ki az járműből. Na szóval, hello, hello. Na akkor telefont, rádiót kérem szépen most azonnal ide, jó? Próbálj semmi okoskodás, akkor senkinek nem lesz baja. Mindenkinek jó lesz. Rádiód van, vagy nincsen? Rendben, az átkozottlak, jó, hogyha nem baj, gyorsan. Ben, akkor várja, nézem is, pillanat. Találok nálad $63, ami nem kell nekünk, egy barackos teátosi giroszt, jó. Rendben, hát figyelj, meg is vagyunk, akkor szépen padd be a kocsiba, jó? Szépen menjél. Kötözd meg, kötözd meg. Jó, jó, állj meg, akkor megkötözlek. Jó pillanat. Nice. Minden rendben lesz, ha együttműködsz. Be is tettem az urat az autóba. És akkor be is tud, beszáll az autóba, az úrban betettem. Egyetem ilyenkor nem tud se kiszállni, se semmit csinál, meg van kötözve az úr, szóval az egyetem. Rendben, rendben. Egy megvan, srácok, már csak egy kell. Passza. Leragasztom a száját? Smooth, nem kell? Nem kell, nem kell. Ha nem dumál, okay, akkor okay, nem kell. Jó, jó, hát reméljük nem fog dumálni az úr. Mennyitig elvileg van időnk. Ahogy szeretnétek. Azt szeretnénk, hogy ne annyira érted, hogy ne kelljen akkor most... Akkor fél óra. Rossz dolgokat csinálni, érted? Mindenkinek az a legegyszerűbb igaza van, hogyha nem beszélsz annyira, érted? Akarom mit mondatok, mennyi idő? Mennyi idő még? Mit mondatok? 45-ig van idő. Oké. Okay. De nekünk kicsit később, tudod már, és hogy nekik akkor tegyük le. Persze. Gondolsz, uram, hol találtunk embert most, hogy megkérdezlek? Nem kérdezi? Igen, tőled. Nem láttál itt valakit még a kamionosnál? Nem dolgozik itt még valaki, akire tegyük föl, visz, váratjuk vissza? Az a helyzet, hogy én egy 10 percet keltem föl. Ah, értem, jó, rendben. Hát figyelj, szerintem menj előre, mit tök majd, érted, hogy itt végig, aztán hát, hogy találunk valakit. Ja. Hoppá. Hello, meg kéne állni, fegyverre magára tartva, álljon meg és szálljon ki. Mizu, srácok. Na, hello. Majd mondjuk. Na szóval akkor ő telefonálat most azonnal kérném szépen ide, jó? Vagy nem kell, csak dobjál. Zolt feldobom? Megnézem, tökéletes, megnézem mi van nálad addig. Rádió van nálad? Nincsem. Jó, okay, találok okay nála egy darab telefont. Mit eldobtam? Így van, kettő gyrosz, két barackos ice teat, illetve lóvé sincs, tökéletes, jó. Így van. Akkor megkötöm akkor a kezed így szépen. Így van. Ha együttműködsz, semmi baj nem fog történni, értelemszerűen. Persze, hogy együttműködök. Tökéletes. Indulunk vissza, megvan a másik is. Rendben, akkor megkötöttem a kezdés, sokat tettelek az autóba, jó? Rendben. Rip mellett várunk. Egyértelműen akkor ugye nem tudtok kiszállni, meg sem megvan kötve a kezetek, szóval. Jó. Egyedi szín ez a rózsaszín. Szik. Csik uram! Van elég egyedi szín ez a rózsaszín, tetszik? Ja, köszönjük szépen, hát igen, elég fasza. Ön is akkor hivatásos kamionos? Ahogy a... Úr, itt maga mellett.
Hát én most csak beugrottam, mert le vagyok égve, aztán muszáj volt egy kis pénz, mert... Ha. Nem is baj, hogy is kevesen vagyunk a cégnél. Hát igen, igen. Hát igen, az a kamionos azért az jól fizet, szóval ja, az jó, nem rossz, igen, az elég, igen. Azt egy másodállásban így beugrottam gyorsan, mert fogyóban voltam. Hát ezt lehet összeszedni. Az gyors elintézzük, utána engedjük is dolgára, és nyugodtan mehet kamionozni ugyanúgy. Jó. Ugye még így keresek a pénzt, szóval igen, az így. Rablás lesz, nemzeti vagy? Nem. Hát majd meglátják, úgyis majd meglátják. Akadt egy kis gond, srácok. Mi a probléma? Nincs oda. Rendőrök utálnak önnek. Már igazából mindegy, jöjjenek csak. Mehetünk be a stripbe? Ja, nem vagytok itt? Vagyunk, csak nem bent. Gyertek. Jó, akkor gyertek. Jó, hátsó bejárat az. Csak kapcsolat alá, ne mondd meg mindent. Hát, Jó, itt jó, itt. Most csilljük le egy kicsit, akkor itt. Kapcsoljátok le, akkor csilljünk. Jaj. Meg lesz? A neont kapcsolt ki, Lukasz. Itt jön, helyet itt jön. El, na mindegy. Ja, az egy autó, az nem rendőr autó. Hára, csilljünk most itt. Nem jártok le az egész. Nem kéne ide jönni, hát megyem majdnem. Nyugi. Majd, ott mentek. Majd gyorsan be kéne mennünk amúgy. Itt a túlszok... Hátsó bejáratnál meg kell állni és bevinni mindenkit. Itt a túlszoknak már mondtuk, hogy mi lesz a helyzet. Ők már... Hátsó bejáratnál azért nem jó megállni, mert akkor még ki fogsz jönni és akkor elő fogsz állni. Elő kell megállnunk. Az ott a rendőrautó? Nem. Nem, az a piros, aztán a Somad nem értem mit állít, mit akar. Ez nem a Somad, szerintem neki más színű az autója. Mit csináltatok egyébként? Jöttünk, mint az állat. Csak jöttünk, aztán nem álltunk meg a pirosnál. Elmentünk mellettük ilyen 250-re körülbelül, azt az olyan, hogy... Itt vannak még a környékem. Ja, mi direkt lassan mentünk, hogy ne jöjjenek. Jó, mindjárt egy kis chill lesz, mehetünk. Ja, egy pár percet várunk, és akkor bőven jó. Valakit esetleg egy ST-val, vagy egy gyrosszal megkínáltok? Aha. Nem itt leigazoltatták a... hát vagy Somát, vagy aki úgy néz ki, mint a Soma. Aha, nagyon itt vannak. Várjál, nem, vagy ő fog nekik szólni, hogy itt vagyunk. Most megálltak egymás mellett. Annyi autó van itt, geci. Be kéne surrannunk amúgy. Jó, csak nyugalom, picit halkuljon el a siréna. Még jók vagyunk időben is. Jaj, kicsit bejebb tartunk, szóval az, hogy jók vagyunk itt, viszont... Szerintem csinálsz, hogy bejebb, és leállítod a motort. És akkor itt bőven jó. Azok azt nektek is mondom, főleg a Merci miatt, hogy állítsatok rá a motort, ne. Hogy a hang, még, még a hangra is éljenek be. Itt mentek emellettünk. Megpróbáljunk odaállni? Elhalkult. Menjünk. Menjünk oda. Gyorsan állunk oda. Akkor túsz barátok szálljanak ki, szőjjenek. Így van, így van. Na gyertek. Emberek, kiszállás. Feltett kéz és megyünk be a főbejárathoz. Mind a ketten gyerünk ezeket föl is. Menjünk be, így van. Fiúk, mehetünk hátra.
Megyek veletek, mehetünk arra, gyerünk. Lehet menni egyenesen tovább. Csak annyi, nekem nagyon gyorsan vissza kell jönni a városba, nekem babágok. Csináltok. Ez nagyon jó lesz. Jó? És ott nem mész ki az ajtón. Még ne kezdjétek majd meg. Ki lesz a külső ember? Van 5 túsz. Senki. Milyen túsz? Van 5. 5 darab. Aha. Szedtem még egyet. Itt na, volt. Wow. Nem lesz senki a külső ember? Nem, hiszem. Oké. Okay. Akkor igazából szerintem meg is kezdhetitek. Uh-huh. Lukász úgyis jön majd. Ezek már itt is vannak? Írják neki. Hát írtam, de megint nem írtak ki amúgy nekem. Indíthatom a rablást? Mehet, igen. Adj egy telefont, Lukász. Megindult. Ti tudtok írni? Amúgy tudjátok, miért nem tudunk írni, és nem telefon, srácok, ugye? Mindjárt. Na figyelj, nem lesz külső ember, de akkor te dolgod lenne az, hogy kimenj és megnézd, hogy megcsináltak azt, amit kértünk, mert nem tudok jobbat. Oké, rendben. No, majd kiviszünk egy toast, manást neki. Ja, itt van. Jó. És akkor max akkor ráfogom, hogy akkor mondom, hogy okay, akkor úgy megyek okay. Ki. Srácok, az lesz, hogy akkor külső ember hián el fog majd kimenni, egy toast viszont majd kiviszünk. Majd addig, amíg megnézi, hogy minden teljesítettek-e, oké? Okay? Aha. Azt visszahozzuk ennyi. Mennyi idő még arra a rablás? Srácok. 5.70. Oké. Okay. Akkor 5 túszunk van, ugye? Aha, 5 darab. Az sok. Akkor 3-ért kérünk lóvét, ja? Igen. Jó, hogy itt volt az öcskös. Az meg, ez szopó lesz szerintem. Mit gondolsz, Mósz, addig törjem az ATM-et, vagy nem? Hogy mi legyen? Nem, próbálj rá, ha. Oké. Tudod, egy dolgon, nyugodtan csinál csak, addig csinál csak. Próbáld meg. Egy dolog miatt kezdtem kicsit aggódni, hogy ugye fogjuk kérni, hogy elől ugye hova álljanak az autók. Ez tiszta sor, de hátul igen. Nem tudjuk, hogy hova állnak, szóval simán az lesz, hogy onnan elindul egyből. Igen, és akkor belénk csapódnak oldalról. Igen. Tehát azt is meg kell mondani, hogy elől és hogy hátul is, igen, vagy nem igen, tudom. Igen. Hát onnan, hogy a jobb oldalról egy autós legyen, se a hátsó bejáratnál ne legyen senki. Eladig csináltad az ATM-et. De igen, most azt csinálom. Csinálja. Nem, mert 10 percet kell várni, szóval akkor nem csináljuk. ATM bukó, 10 perc lehetne, úgyhogy azt már elengedjük. Hát Max, majd akkor megpróbáltad, amikor izé. Á, nem, akkor már húzom ki, nem. Engedjük el mindig, ez most az a pár ezer dollár, amit kaptunk volna, egy 2000 az annyira mérve. Időben hogy állunk? 3.60. Akkor elkezdem behívni, mit szóltok? Vagy jön be? Szerintem még nem. De még úgyis pofázunk, meg rádiózik, meg izé. Úgyhogy jöhet. Érhetem, hogy... Persze, meg kell. Főbejáratom. Kezdenek izgulni szerintem. Ja, főbejáratom. Jöhet! Jó napot. Jó napot, szép jó napot, uram. Kívánok. Jó estét. Jó napot. Kerüljön bejjebb, jöjjön. Jöjjön csak. Jó estét. A társam megnézni, hogy van-e önnél fegyver. Csak nyugodtan, rendben. Ennek a fáradtatásra. Rendben, köszönöm szépen, uram. Rendben, igazából találok egy kólát, egy rádiót, egy 3 sültkrumplit, egy telefont és 2 almalevet. Tökéletes. Pontosan. Rendben. Egészségesen érkezik az úr. Rendben, szóval kezemet csak már. Nyugodtan. Persze. Szóval itt elfárad a végén az úrnak a karja. És a sorban megnézem a túlszakat, ha nem rendben, probléma. Rendben, jöjjön. Jöjjön csak hátra. Köszönöm szépen. Én itt maradok addig, szóval, jó. Igen, csak nem tudom, merre vannak. Jöjjön, persze. Szóval azt mondd neki, hogy addig jó, nem akarnak senkit beküldeni erről. Nem küldöm? Addig ugye nem küldenek be senkit. Ahogyis, uram. Bent vannak. Itt van, jön hátra hozzátok. Hátra? Mi hátra? Azért jöttem, hát már meg kellene durszakat, utána tudunk beszélni. Elnézést, mondja még egyszer? Nem. Azért jöttem, hogy tárgyaljunk. És kivigyek. Rendben, elnézést, rendben, bocsánat, ott lesznek bent, menjen nyugodtan. Rendben. Szép estét, uraim. Látom 4 túszon, ugye? 5 darab. Ott is ül egy. 5 túszon.
rendben, rendben. Ezt nem probléma lerádióznám így elsősorban. Nyugodtan. Rendben, itt a túsz tárgyaló, 5-20 van, így elkövetővel elkezdem a tárgyalást. Mi volt ez a lövöldözés közük volt? Lövöldözés, ha megkérdezhetem. Azt kérdezik elsősorban, hogy mi volt ez a lövöldözés. Figyelmeztető lövések. Egy jármű behatolt és arra figyelmeztető lövést adtunk le. Értem. Értettem. Na majd óvatosan uram, mert nem szeretik a kollégáim, hogyha... Folyészesen lesznek. Értem, csak szóltam az önbiztonsága érdekében. Igen, köszönöm szépen, hogy így rám figyel. Dolgom. Tárgyalhatok ki? Mondja, nem tudom. Jöjjön akkor vissza, menjünk ki. Rám. Ugye 5 darab túszunk van akkor. Igen. Úgy néz neki a történet, hogy 3 darab túszt előre elbocsájtanánk. 15 ezer dollár fejenkénti összegért cserébe. Tehát az 45 ezer dollárért. Értem, értem. Ezt gyorsan le is köznöm. Egészen nyugodtan. Az 5-20-ból 3-at elengednének előre 15 ezer dollár per főért, vagy 45 ezer dollárért. Kolléga elindult. Hát valóban először vagyok. Nem tudom, mindjárt megkérdezem. Akkor túszok, kijöttek? Engedi őket? Még egyszer elnézést. Ki kéne engedni a túszokat, és akkor tudjuk majd utána persze, hozni persze, persze, egy pillanat. Hát... Mondjad. Előre, múltkor előre adták a pénzt, nem? Nem, múltkor nem, előre adott túsz, ez a lényege. Az előre így adott van, így van. Ja, rendben, nyugodjon meg, uram, csak nyugodjon meg. Nem kell kapkodni, nem kell kapkodni. Ahogy is, én aztán... Srácok, 3 darab tetszőlegesen választott túszt hozzatok ki, please. Oké, sok is. Egy pillanat is érkeznek. Csak nyugodtan. Gyel, uram, én aztán nem sietek. Maga ráér biztos. Rendben. Ez a dolgom. Hát igen, igen. Pedig a fánkozó az azért lassan zárja. Zajjel, mi lenne, hogyha... Igen? Ennék rá. Hát nem tudom, igazából nem szoktam fánkot enni, úgyhogy... Nem sokat? Mondjuk igen, jó kondiban van, látszik. Köszönöm szépen. És 3 úr megjelent. Ebben ezőig. Pes. Viszlát. Megkérdeztem, kik bejáraton hozza be a pénzt a kolléga? A főbejáratom. Főbejáratom. Csak túlszok, most van neki. Igen. Smoz. Egy pillanat is érkezik. Kicsit gyere át, légy szíves az öltözőbe. Rendben. Pillanat is jövök, uram. Rendben, csak nyugodtan, addig itt vagyok. Itt vagyok magával, boldog itt a ment. Jól van. Megvan a lóvé. Köszönöm szépen, köszönöm hát. Aha, jó, köszi. A barátság. Rendben. Igazán nincs, egy kis szendvics mindig jó. Ja, ja. Jó napot. Szép jó napot. Jó napot, jó napot. Jó napot. Melyik őjüknek adhatod? Nekem, jöhet. Rendben. Köszönöm. Nézd meg a faszopókat, azt mondták, nagyon hülyék vagyunk. Köszönöm szépen. Nincs mit. Viszlát. Viszlát, viszlát. Tudom. Folytathatjuk, uram? Pillanat, csak nagyon egy persze, itt rádiózás. Persze, persze. Hát, megpróbálom kivenni a savait, mert a rádió ki... Hát kérje rádiócsendet esetleg, vagy valami hasonló. Ha nem probléma, egy fél perces rádiócsendet kaphatnék, hogy halljam, amit az elkövető úr mond. Nem szépen. Követő úr. Már is jó. Rendben. Akkor most mehet, ugye? Persze, nyugodtan. Jó. A következő túl szintén előre bocsájtanánk a rendelkezésükre. Ja? Viszont annak lennének feltételei. Most várunk, várjatok. Egy picit várjatok. Egy kis rádiócsendet, srácok. Köszi. Nálam is ilyesmik vannak. Fóval, szeretnénk egy olyat kérni, ugye ha jól tudom, akkor 4-et lehet kívánni önöktől egy előadott túszért cserébe. Pontosan. Tökéletes, rendben van. Akkor szeretnénk egy olyat kérni elsősorban, hogy ahogy kimegyünk a klubból... Bejáratom. Igen, a fő, de pontosan, jó. Pontosan. Akkor tegyük hozzá így van, így van, így van, a fő bejáraton, ahogy kimegyünk a klubból, baloldali irányba. Tehát ahogy kimegyünk, balra álljon át az összes rendőrautó. Rendben. Ez lenne egy kérés eddig? Mondhatja a többet is, előre adott túszer megpróbál megjegyezni. Mondhatom? Jó, rendben. Akkor a következő kérés az lenne, hogy a hátsó bejáratnál álló autó álljanak, ahogy kimegyünk az ajtón, jobboldali irányba. Hol a híd fele. Így van. Rendben. A következő az, nem tudom, erre van-e lehetőség, hogy az autók, amelyek arrébb álltak, elől-hátul is, hogy mondjam? A főbejáratnál álló autók balra nézzenek.
ne jobbra. Ez nem lehet kérni. Figyeljen uram, ezt igen. Rendben, szóval, ez irreális, értem, rendben, elnézést. Nem fog bele. Persze, értem. Csak úgy gondoltam, megkérdezem. Rendben, akkor egyelőre ez a kettő. Rendben. Csak hogy egybe kéne közölnöm, nehogy azt higgyék a kollégáim, nyilván, csak kettő van. Persze, úgy, nyilván, rendben, tiszta sor. A következő az lenne, hogy 3 másodperc előnyt szeretnénk kérni a meneküléskor. Ez úgy tudom, ez úgy működik, ugye, hogy amint megindul az autó, onnantól amint megmozdul, onnantól 3 másodperc, de azt szeretném kérni, hogy ez ténylegesen 3 másodperc legyen. Mi próbálunk ferek lenni, uram, úgyhogy... Rendben, jó. Igazából ennyi lenne. Aranyzéket szedjék fel utolsó. Valóban, én vagyok a fasz. Próbáltam, nem megszólalni. Kurva életbe! Majdnem elbasztam. Így van, és akkor gyakorlatilag ugye az első bejáratnál jobb oldal irányból az összes útakadály. Jó, megjegyeztem nagyjából, hogyha valamit elrontok, akkor nyugodtan javítsanak ki. És akkor gondolom az utolsó az meg biztosított úsz, ez megint szerintem pontosan, rendben, így van. Megvárom még le. Mondhatom a kéréseket? Basz meg, tök kiment a fejem, te fasz vagyok, pedig ide van írva. Útakadályok fel, itt van. Csak ugye kértünk még egy plusz dolgot, és azzal le... a kéréseket? Nem baj. Ezért vagyunk többen. Édes Istám, egy pillanat, az akcióvezetőt sikerült elütnie valakinek. Ó, hát ez igazából nekünk csak jó hír. Ugye, még van egy pár olyan kolléga, aki le tudja vezényelni, úgyhogy. Akkor most mondom, hogy még egy, most van rádiózás önöknél? Nem. Jó, még egy olyat csinálnánk, hogy azért miután ezek megtörténtek a kéréseink, egy a biztosító túszsal kimennénk és meggyőződnénk róla, hogy ténylegesen megtörtént-e. Rendben. De nyilvánvalóan ugyanúgy az előreadott túsz, az ugye, legyen előreadott túsz, úgyhogy addig... Nyilván az előre ki lesz adva persze, ja, csak az fog történni, hogy tudja, hogy mit akarunk csinálni. Rendben. Hogy az előre adjuk a túszt, ugye megtörténik az, amit kértünk, és akkor kimegyünk az utolsó biztosító túszsal, megnézzük, hogy tényleg megtörtént-e, visszajövünk, és akkor utána fogunk ténylegesen menni, elindulni. És akkor ott hagyjuk a túszt. Talán. Akkor egy előreadott túszér olyan kéréseik lennének majd, hogy a főbejáratnál jobbról álljunk át bal oldalra, nyilván minden szögest vegyünk fel, illetve a hátsó bejáratnál a jobb oldali irányba álljunk át. Emellett, bocsánat egy pillanat, volt még valami kérés, amit kijöttem? Ebből 3 másodperc. Igen. Olyat szeretnének még kérni, hogy elindulást követően 3 másodpercet várjunk. Utána indulhat az üldözés. Az akcióvezető úr ebben sajnos nem ment bele ebbe a 3 másodpercbe, akkor fogunk indulni, amikor önök is. És ezt nem tudjuk teljesíteni. És most azt akarják, hogy megöljünk egy túszt? Nyilvánvalóan nem, de... Hát akkor nyilvánvalóan át kéne ezt gondolni. Rendben. Az urak azt kérdezték az akcióvezető úrtól, hogy szeretnék-e egy túsz halálát, és hogy gondoljuk át még egyszer ezt a lehetőséget. Olyan sok idő az 3 másodperc, azért bele lehet menni szerintem. Bocsánat, itt közben szólok. Pillanat, csak... Dolkodik az akcióvezető. Rendben, nyugodtam. Dolkodik, hogy mi legyen. Ma, hogy hallom, most más vett át az akcióvezetését egy pillanatra. Rendben. Hú, de izgulok, basszak, megint! Értettem. Belemennek ebbe. Belemennek, azt mondta? Igen, belemennek, és szeretnénk akkor az előre adott túszt. Rendben. Srácok, jöhet még egy túsz. Addig, amíg kijön a túsz, azt fogják következő kérni a biztosító túszsal, hogy egy ember a biztosító túszsal kimegy megnézni, hogy mindent megcsináltak-e, és akkor utána visszajönnek, engem gondolom kiengednek, és utána szállnak be majd az autóba. Így van. Alész baktálom. Hellóka. Hello. Viszlát. Rendben, értettem, most indul ki a főbejáraton az előre adott túsz. Azt mondja továbbra is az akcióparancsnok úr, hogy ne járkáljanak ki helyen. Még azt kérő, hogy... Azt kérő, hogy akkor... és azt mondták, hogy nem járkál ki senki, de hogy a biztosító túszsal szeretnék megnézni azért, hogy minden megtörtént. Nem is gondolom, erre gondoltok. Pontosan? Ja, igen. Azt mondja, nyugodtan biztosított túszsal megnézhetik, csak hogy nem jöjjön neki nagyon. Rendben. Hát még most egy percet, másfél-kettőt, azért nem vagyunk ennyire villámgyorsak. Ja, rendben.
Most megy az egyezkedés, hogy ki hova álljon. Jól mészdi. Srácok, addig azért kijöhet az utolsó túsz is ide. Jó. Jó vagyok, köszönöm szépen. Ez milyen köcsög lenne most lerakni? Maga probléma, biztonságba kihozzam ott. Az mekkora köcsög lenne lerakni itt az ATM-be? Amúgy le lehet rakni? Bocsánat, csak nagy itt a rádió. Tökéletesen. Azon vagyok, hogy éppen kihozzam magát. Na, annak örülök. Köszi. Nagyon szíves. Az mekkora move lenne itt most lerakni azt a pénzt? Amúgy figyelj, ki az, aki ezt megtiltja? Én nem is fogom megkérdezni senkitől, és megpróbálom. Komolyan mondom, miért ne? Tehát, miért ne? Lehetne. Ki hát megy? Sikerült rossz irányba állnunk, jól van. Csak nyugodtan. Bal oldalon kellene álljanak az összes igen, autó. Igen, bal oldalt áll, és nem kellett elfordulniuk a kocsikkal, igaz? Igen, 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 az nem volt teljesítető. Jó, egyszerűen akkor mehetünk hátul. Hátul pedig jobb oldalon kell állniuk. Hátul pedig jobb oldalon kell állniuk. Igen, jöjjön a túlszor, akkor jöjjön. Hátra, hátra. Hátul megyünk ki. Most fogunk átmenni a hátsó bejárathoz. Nézzem, hát ha tudom törni. Szerintem engedd el. Tök. Vagy elvéletileg amúgy nagyon jó pénzecsak fűtni a kezünket, hogyha sikerül. Hallod, beraktam az ATM-be a lóvé. Tét, amit kaptunk, túlsz-e? Aha. Ennyi, ez 200. Tudod meg azt. Hát igen, ez jó volt. Szopás lesz az ebben. Itt hátul csak elálltak jó helyre. Mit mondtál, szopás lesz? Hát csak a gyors geci itt van. Te akkor nektek lesz szopás. Ja, úgy gondoltam. Megoldjátok, bízok bennetek azért. Mindent rendben találtak akkor. Rendben. Akkor egy olyan, hát nem tudom, egy 2 perc múlva indulunk kifele. 2 perc múlva körülbelül indulnak. Rendben. Igen, igen, igen. Ön meg akkor igazából távozhat, hogyha gondolja. Rendben, köszönöm szépen, akkor viszontlátásra. Viszlát, viszlát, viszlát. Én most kijövök, nagyjából egy 2 perc múlva indulunk. Nem kell valaki átra? Ugye erre? Hát nem tudom, ezért... Hát elő van mindkét autó igazából, úgyhogy... Igen. Max, akkor Jay, figyelj, vágod itt azért. Hátul van ez a szutyog geci. Srácok, ezért láttatok amúgy? Terepjárót láttatok? Van elő Raptor. Király. Jó, nem baj. Kási újszon, azt a kurva. Az micsoda? Az a nagyon gyors, ami a Bobbyra szokott menni. Aha. Igen. Hány autó van összesen? Összesen... nem akarok hazudni, de vagy 5 vagy 6. Ennyi kijöhet egyáltalán ide? Nem tudom. Ki, úgy van, hogy nem az autó azt számít, hanem az elvégén. Nem tudom, hogy egység az pontosan mit akar, de biztos, hogy kijöhet. Egység az egy autóba két ember ülhet. Az egy-egy egység. Elvileg 6, vagy nem, azt hiszem főként van megszabva a Bibliában, tehát 6 plusz 1 fő. Bobby megfogom most ezt visszabasszik. Hát mindegy, most nem tud már segíteni, szóval ez így lesz. Na jó, hát akkor induljunk meg szerintem. Mindenki tudja ki hova ül. Igen. Jó, igen. Rendben, és akkor srácok, beülünk az autóba, nem kell kapkodni, szépen üljünk be, mindenki biztosan legyen bent. Nyugodtan, onnantól kezdve kezdenek el jönni, ahogy mi elindulunk. Megindulok, hát akkor rádió. Egy pillanat, még Jay, rendben, gyorsan, Jay, nyugodtan. Figyelj, beülünk a kocsiba, jobbra van az a hársiú geci, nekünk igen. Viszont jobbra kell mennünk, szóval azt valahogy ki kell dodzsolnod, jó? De hogy mi van hát, be már nem tudok menni. El van eléggé kerítve, ott van az a gyors Chevrolet rendőr autó, de... Bobby, úgy képzeld el, hogy azt fogjuk csinálni, hogy kimegyünk, és jobbra fele megyünk ki a főbejárattól, tehát ahova te beálltál múltkor, jobbra fogunk kimenni, és felmegyünk egybe az autópályára. Szóval, ha az autópályán állsz, akkor az is jó, hogyha valahogy úgy nem tudom, mert arra fele fogunk menni. Aha. Hát jó, akkor most indulunk meg, mert mondtam, hogy 2 perc is indulunk, és szerintem lassan már idő is van. Úgyhogy most fogunk megindulni. Jó, okay? Hát akkor én addig külsőleg infózok. Innen a hídról. Jó, rendben, aztán okay, meglátjuk. Okay. Na jó van. Akkor srácok, minden oké, okay? Mehetünk? Jó, mehetünk. Jó, akkor majd... 20 úr előre jön. Igen. És akkor Max, akkor rádióban mondjuk, hogy akkor indulhatunk. Így van, és végig fegyver fogni a túszra, amíg be nem száll. Úgy, menjen. Utána is. Menjen. Mehetek nyugodtan. Egyszerű, Jay, szállj be a kocsiba, indítsd be a motort. És hát azt látom, hogy kb. 5-en lehetnek. Hát vagy egy, vagy kettő ilyen gyors Chevrolet. Egy Ford Raptor, az a nagyon baszó terepjáró. Hát kb. Ennyi. Négyen vagy 5-en vannak. Meg mindjárt. 3, srácok, akkor mehetünk?
Megyünk. Várjuk az autópályát. Azaz, nyomjátok. Nagyon szép, nagyon szép. Jó, nem számítottam, hogy megfordultok. Azt hiszi, hogy taktikába vált, akkor tudod, hogy az elemenni lehet, nem kéne, vagy nem tudom. Nem. Itt megyünk tovább, itt majd akkor, hogy majd jobbra föl. Itt. Mehetünk is föl. Hú! Nyomjátok! Az a baj, jött utána kötte. Jaj, jön a telepjáró utána. Oké. Mi legyen szerinted? Hát azért nem tudom. Menjünk itt fel az útra megint, vagy itt egyenesen tovább. Jogi. Megoldom. Fölmöttünk most hegyekbe? Várj egy kicsit, Bobby, légy szép. Várj, pipi. Jó. Hogy szoktad lerázni ezt a gyors gecit? Hát nagyjából sehogy. Megyek és egyszer lerázom, vagy nem. Jó, a sávváltogatás akkor segít? Hát először segített, de másodszorra már nem tudom, fölvettek egy profi sofőrt, vagy nem tudom, de már akkor már nem működött. Köszi. De megpróbálhatjátok. Jött vissza így föl, hegyre? Hát, fasz tudja. Megyek én össze-vissza, bazd meg. Oké. Nézem közben, hogy jönnek el. Hát a Raptor az nagyon mögöttünk tudom, van. Tudom. Okay, nem baj. Jaj. Csak azért tudod, inkább szólok. Én amúgy nem látok olyan izéket, majd mondd, hogy mikor, hanyagy felszólítás van. De én nem látom. Pedig egy sem volt, szóval. Jó. Megpitelt minket ez a gyors geci. Ez bajos. Meg. Kitartás, srácok. Fölt? Nem. Oké. Nyomad. Nem szólok be. Nyugi. Oké, ez necces lesz, kette jönnek ránk, szemből jött egy charger és izomból telibe baszott minket szemből. Ez komoly. Tud csak akkor nyomjátok az erre. Megyünk. Merre vagytok? Mi a keleti autópályán? Mi a Sandy tó fölött, most vagyunk le Sandybe. Aha. Ennyi volt a gumink, kidurrant az összes. Minden így. Így van, korrekt. Vége, nekünk elkaptak, vége. Mi a fasz? Kinél van a pénz? Náluk. Bazd meg, az bajos. Mi legyen szmaz? Hát az ennyi, most figyelj, nem tudom, hogy hát jó, megpróbálok akkor egyet szívelni. Rajta már csak a gyors geci van, a charger lemaradt. Fel a kezeket. Na, azt melyikkel csinálom? Ennek küldtek el, minket elkaptak. Nem rád! Menjön oda a rendőrautó elé, legyen szíves. Forduljon meg. Bassza meg. Tiszteltem Maurice Boszkori hát tőzsörösség, az eszélyszítő helyi szállam 998-ra pattan a Mergában. Pillanat, csak elhagytuk most. Miatt, polgár fogvatartása miatt, illetve a megkülésítik az igazoltatás előn. Várpontokban jogában áll hallgatni, jogában áll ügyvédet fogadni, amennyiben a város által kiállított oklevéllel rendelkezik. Továbbá jogában áll két fültonút megnevezni, illetve jogában áll orvosi ellátást igényelni, amelyben megsérült az intézkedés során. Tisztában van a jogaival? Igen. Úgy néz ki, hogy nekünk megvan, csak a pénz az bukó. Máskori embernek ártak nézve a ruházata? Ott is te volt nál. Bobby, rád mennek? Hát rám is kifogok, hogy ment, hogy lehet engem is elkapnak. Igen. Merre vagy? Mindjárt beérek a város. Még egyszer bemutatkozom, tiszteltem, Maurice Boszkorelli törzsörmester vagyok az SZSZ-től, jelenlegi számom a 95-ös. Üdvözlöm. Sikeres boltrablás miatt elmenekülés az igazoltatás elől, polgár fogvatartása miatt és túlszólejtése miatt hoztuk be. Én leszek az egyik kihallgató tisztje.
A másik pedig a kollégám, Kis Antal parancsnok. Üdvözlöm. Még egyszer elmondom a jogait. Jogában áll hallgatni, jogában áll ügyvédet fogadni, amennyiben a város által kiállított oklevéllel rendelkezik, továbbá jogában áll két fültanút megnevezni, illetve jogában áll orvosi ellátást igényelni, amennyiben megsérült az intézkedés során. Tisztában van a jogaival? Igen. Valamelyik jogával? Tessék? Hogy éle valamelyik jogával? Igen, a hallgatás jogával. Ó. Rendben, továbbá tájékoztatom, hogy a kialakításról kép és hanganyag készül. Rendben. Nos. Tulajdonképpen mi is volt az oka ennek a rablásnak? Miért indultak el rabolni? Ügyvéd nélkül nem mondok semmit. Szóval nem szeretne semmit mondani? Nem. Mi enyhítő körülményt nem szeretne felhozni a vádpontok ellen, amit ön ellen vannak? Nem. Parancsok úr? Rendben, ebben az esetben megkérem, hogy a kollégámnak adjon át egy személyigazolványt, vagy vezetői engedélyt, vagy bármilyen. Egyik sincs nálam. Hát az csak természetes. Jó, rendben, akkor pillanat. Akkor viszont rá fogunk keresni az úrnak a nevére az adatbázisba. Rendben, és akkor jöjjön az úr, kérem, kövessen. Jaj. Nagyon rafkós. Nagyon, nagyon. Hát mondjuk ilyen jó pisomába, én sem tudnám letenni a személyimet. Én megkérem, hogy állj ide a falhoz és forduljon szembe ide? A kamerával. Így? Igen, igen. Rendben. Nos uram, még mindig nem szeretne nekünk semmi érdemlegeset mondani? Nem. Rendben, viszont akkor sajnos ki fog kellenünk osztani a számlákat, amik ezekkel a várpontokkal járnak. Rendben. Hát szerintem az úr együttműködését nyugodtan vehetjük egyébként egy ugye enyhítő körülménynek, tehát én egyébként esetleg a fegyverbirtoklást, mint számlát azt elengedném. Az úrnál nem volt fegyver. Akkor viszont a menekülést ne oszt ki, rendben, mivel rendben. Együttműködött. Még a kommunikációs eszközét azért visszaadjuk, hogy köszönöm. Ne maradjon nálunk, és utána köszönöm természetesen. Vigyázzon magára. Köszönöm szépen, viszontlátásra. Az epizód végéhez érkeztünk. Hamarosan folytatás következik. Jöhet az out? Ró, szeretted a videót? Rühelted? Írd meg lent miért? Instán, mailem, setupom, másik csatornám a leírásban. Menj rá lustába. Na csáá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 á